történeteket, munkásságokat villantunk fel, amely a magyarok sikerét mutatja be a tudományos életben. Olá György a 20. század egyik legmeghatározóbb kémikusának emlékét tudós társai őrzik és viszik tovább. Dr. Czau Miklós, az USA nyugati parti magyar tudósklub elnöke, együtt dolgozott a professzorral. Vele elevenítettük fel a közös munka pillanatait. Olá professzorral, a Nobel-díjas kémikusunkkal dolgozhattam 8 éven keresztül. A vele való közös munka egy felejthetetlen élmény számomra. Nem csak azért, mert szakmailag nagyon sokat tanultam tőle, hanem mert egy fantasztikus embert ismertem meg. Én azon kevesek közé tartozom, aki tényleg elmondhatja magáról, hogy vele nem csak szakmai kapcsolatot ápolt, hanem barátit is. Czau Miklós, kutatóvegyész. Svédország, Belgium, Japán után került Kaliforniába. Vegyészmérnökként végzett Magyarországon, kémiából szerezte meg doktori fokozatát, és jelenleg is kémiai kutatással foglalkozik Los Angelesben. Rá mindig jellemző volt, hogyha beléptünk az irodájába, és éppen egy szakmai kérdést szerettünk volna megtárgyalni vele, ő az embert nem hagyta egyből a szakmai kérdésről beszélni, hanem mindig megkérdezte azt, hogy hogy vagy, hogy van a családod, mi történt veled mostanában, és mikor ezeket úgymond megtárgyaltuk, utána került sor a szakmai kérdésekről. Mindig kíváncsi volt arra, hogy a munkatársai hogy élnek. Ő minket mindig arra biztatott, hogy mielőtt egy kísérlet elvégzésnek nekiállunk, olvastunk róla sokat. Olá professzor, ez volt a jellemző, hogy ő rendkívül jól ismerte az irodalmat, még idős kora ellenére is minden alkalommal vitte magával haza a szakmai folyóiratokat, és azokat átnézte. A másik, amit kiemelnék az ő tanácsai közül, az volt, ahogy hozzáállunk egy téma megoldásához. Tehát nagyon sok ötlet adására biztatott minket mindig, és azt is mondta, hogy ne törődjünk azzal, hogy az ötleteinknek a 99%-a nem lesz sikeres, mindig arra az egyre fókuszáljunk, ami sikeres. Ő azt szokta mondani, hogy neki nagyon sok crazy ötlete van, ugye bolond ötletnek lehetne ezt magyarul fordítani, ami persze nem volt bolond ötlet, de jó pár ezek közül nem sikerült. De mégis, amelyik bejött, az pedig nagy szakmai sikert hozott. Magasra tette a mércét. Tehát ő nagyon ügyelt arra, hogy ne kövessünk el hibát. Tudni kell, hogy a tudományban, mivel általában az ismeretlen felfedezésével foglalkozunk, vagy olyan témákkal foglalkozunk, amelyikben nagyon kevés az előismeret, akarva akaratlanul is követünk el hibákat. Most ezt kell minimalizálni azáltal, hogy a kísérleteket próbáljuk reprodukálni, és más tudósokkal is megtárgyalni az eredményeinket, hogy minimalizáljuk a tévedés lehetőségét. Ő a hanyagságot nem nagyon tűrte, tehát a kutató munkában precíznek kellett lennie. És még fontos megemlítenem azt, hogy mindig magyarul beszéltünk egymásról, kivéve akkor, amikor olyan is volt a körünkben, aki nem beszéli szép anyanyelvünket. Olá professzor nagyon ügyelt arra, hogy nem csak a hétköznapi nyelvet, de a szakmai nyelvet is ápoljuk. A könyvei közül nagyon sokat magyarra is lefordítottak, vagy ő maga lefordított, és ezáltal is próbálta támogatni azt, hogy a magyar kémiai nyelv is fejlődjön. Ezen könyvek közül szeretném kiemelni a My Life and Magic Chemistry című könyvet. Ez a könyv magyarul is megjelent, az életem és a mágikus kémia. Nagyon tudom ajánlani ezt a magyar olvasóknak, egy rendkívül olvasmányos könyv. Nem kell megijedni, nem sok kémiáról van benne szó, inkább egy fantasztikusan sikeres embernek az életét, életútját írja le. Az USA nyugati parti magyar tudósklub abból a célból jött létre, hogy az USA nyugati partján élő tudósokat, mérnököket, orvosokat, illetve üzletembereket összehozza egymással, megismertesse egymással, illetve őket bemutassa a Magyarországon élő kollégáknak. A Magyar Tudósklub nem csak a szakmai közönség számára nyitotta meg a kapuit, hanem minden olyan ember számára,
aki a tudomány iránt érdeklődik és szeretné meghallgatni az előadásainkat. Furcsa módon nem is tudtunk egymásról, sőt, még akik itt éltek a nyugati parton, ők sem nagyon tudtak egymás létezéséről. Tehát egyfajta a kapcsolati tőke létrehozása volt az alapcélunk. Ezen kívül pedig arra ösztönözzük a magyarországi tudósokat és az amerikai tudósokat, hogy hozzanak létre közös projekteket, járjanak el egymás egyetemére, intézetébe és egymás által szervezett konferenciákra. A harmadik fő célunk pedig az, hogy a Magyarországon élő diákokat hozzásegítsük amerikai ösztöndiakhoz, hiszen egy ösztöndi elnyerésének néha az az alapfeltétele, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy éppen egy ösztöndíjat meghirdettek. Tehát magyarul egy mostani szóval élve networking célja is van a Tudós Klubnak. A lézerfizikával foglalkoztam, az optikai és kvantumelektronikai tanszéket alapítottam meg, és alapvetően lézerfizikával foglalkoztam. Ennek tulajdonképpen véletlen komponense is voltak, de hát így alakult, de nem alakult ez olyan nagyon rosszul. Végül is Szegeden egy nemzetközileg elismert lézerfizikai kutatóközpontot lehetett tulajdonképpen létrehozni. És ez vezetett el engem egyébként a szemészet irányába is, ugyanis hát a szem is egy optikai rendszer, egy bonyolult optikai rendszer, és abban annyi szépség van, hogy ez engem mindig vonzott, és lassanként aztán olyan területre keveredtem, ahol a lézerfizika, az optika és a szemészet keveredik. Bor Zsolt, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kutatási területei a lézerfizika, a femtoszekundumos optika, a nagysebességű fényképészet, a lézerek orvosi alkalmazásai. A Korvin Lánc kitüntetésben részesült Széchenyi díjas fizikus, a lézermestere. Én Szegeden tanultam a gimnáziumban, utána kikerültem a Szovjetunióba, ott tanultam elektromérnökként, hazakerültem Szegedre, a Szegedi Egyetemre, ott aztán doktoráltam, kandidátusi fokozatot szereztem, meg nagy doktori fokozatot szereztem, majd végül bekerültem az akadémiára. Időközben eltöltöttem 6 évet megszakításokkal, Németországban dolgoztam, de tulajdonképpen tanítottam közben Zürichbe is, Bécsbe is, meg itt Amerikába is párszor. Én ide 10 évvel ezelőtt kerültem ki, és jelenleg egy cégnek dolgozom. Ez a cég tulajdonképpen az oftalmológia, tehát szemészet számára állít elő mindenféle eladható holmit, így ezek között vannak a diagnosztikai eszközök, a műtétekhez használt eszközök, kontaktlencsék és szemcseppek. Most ezek között az egyik legfontosabb terméke ennek a cégnek egy olyan berendezés, amely segítségével szürkehályagot lehet operálni. A szürkehályag operációhoz az szükséges, hogy a szemből az ember eltávolítsa a homályos látást okozó szemlencsét, és annak a helyére beültessen egy műanyag lencsét. Az érdekes, hogy ilyen műtétből évente 30 milliót hajtanak végre. Ez egy nagyon nagy szám, amit próbálok azzal érzékeltetni, hogy 3-szor több, mint Magyarország lakossága, hogy azt is kiszámítottam, hogy ennyi ember összekapaszkodik, az kb. 60 millió méter hosszú lánc, ami másfélszer körbeéri egyébként az egyenlítőt. De azt is kiszámoltam, mert elosztottam 6 millió métert a Szeged-Budapest távolos 150 km-es távolságában, és kaptam egy számot, hogy 400, az azt jelenti, hogy ha egy évben elvégzett megműtött embereket sorba állítanánk, az Budapesttől Szegedig elérne, nem egyszer, nem kétszer, nem tízszer, nem százszor, hanem 400-szor. Ennek a műtétnek van 4 nagyon fontos mozzanata. Az első 3 mozzanatát a sebész kézzel végzi. És hát a műtét kimenete az nagyon függ a sebésznek az ügyességétől is. Most 2008-ban volt itt egy cég, Lenzexnek hívják, ami egy startup cég volt, aminek az volt a célja, hogy ezt a tevékenységet kiváltsam egy kompjútervezérelt lézerrel. És ez nem csak az álmuk volt, hanem meg is csinálták. És most jönnek a magyarok, ugyanis ennek a cégnek az alapítója egy Juhász Tibor nevezetű magyar volt, aki történetesen Szegeden végzett fizikus, és akit történetesen tanítottam is egykor. De ebből a cégben nagyon sok magyar volt, így például Ráksi Ferenc, akit véletlenül szintén tanítottam Szegeden, no még a
diplomamunkáját is nálam írtam. Aztán van ott egy Hegedűs Imre nevezető informatikus, akit nem tanítottam, egyáltalán nem tanítottam, azért, mert Pesten végzett a Műegyetemen informatikus, de volt közöttünk egy Goldstein Péter nevezető informatikus is, aki ugyan Temesváron született, de az anyanyelve magyar. Úgyhogy ez a magyar közösség itt a cégen belül is nagyon erős. De mindenképpen meg kell említeni még egy magyarnak a nevét, egy magyar orvosprofesszorét, úgy hívják, hogy Nagy Zoltán Zsolt. Ő a Mária utcai szemklinikának az igazgatója, és ő többek között arról híres, hogy ő végezte el az első 500 ilyen szürkehályog műtétet magyarul, az akkor még fejlesztés alatt álló Lenzex lézer segítségével. Ez olyan, hogy ő ennek a legnagyobb gurúja ennek a technikának, és járja tulajdonképpen a világot, hogy a világ vezető szemészeit megtanítsa arra, hogy hogyan kell ezt a műtétet elvégezni, és ezzel nyilván nagy elismerést hoz Magyarország számára, magyar tudományra és magyar tudósoknak, és erre nyilván joggal büszkék lehetünk. Szerintem ez a rendkívül értékes, rendkívül bonyolult, sok betegségre hajlamos, egyébként csodálatos szerv, és ezt most van szerencsém tőlem megtapasztalni is, ugyanis az Alcon cégnél a feladatunk most tulajdonképpen kettős. Egyrészt ezt a kifejlesztett Lenzex lézert kell továbbfejleszteni. A fejlesztésnek az a fő iránya, hogy az ebben a pillanatban kb. 100 millió forintba kerül, azt olcsóbbá kell tenni. Továbbá a műtétnek az időtartama az kb. 15 perc. Tehát az orvos, amikor megnyitja a szemet és azt mondja, hogy befejeztem, fölállt, az 15 perc. Ezt az időt kéne lecsökkenteni 10 percre vagy 5 percre. Azért, mert akkor az orvos sokkal több műtétet tudna elvégezni, és nyilván ez a jövedelmezőség szempontjából nem mindegy. Egyébként a Magyarországgal való kapcsolat az több helyen is megnyilvánul, például az, hogy ez a Lenzex cég nagyon szorosan kapcsolódott a budapesti szemészeti klinikához, mert ott végezték a kezdeti kísérleteket. De ezt megelőzően egy másik cégnek is dolgozott, lényegében ugyanez a társaság, ezt úgy hívják, hogy Intraléz. Az Intraléz lézik műtétekhez fejlesztett ki lézeres eljárást, és ennek a kísérleteit, első kísérleteit Magyarországon végezték méghozzá Margit-szigeten. Az a doktornő, aki ezt végezte, Ratka Imulának hívják, történetesen ő is szegedi egyébként, és azt is elmondhatom, hogy annak a magánklinikának az igazgatója, az is egy szegedi fizikus, történetesen ő is az én tanítványom volt. Tehát ilyen értelemben a Magyarországhoz való kötődés az természetes, és nagyon eredményes is volt mindenképpen. Hát tényleg nagyon sok elismerést kaptam, ez mind különböző eredetű, van, ami tudományos elismerés volt, volt, ami a társadalom részéről megjelenő elismerés volt. Én nem szeretném tulajdonképpen kiemelni egyiket se. Van olyan, amit a szűke pátriárkátomból, Szegedtől kaptam, az nekem ugyanolyan fontos, mint esetleg mondjuk a Széchenyi díj, vagy a Bolyai díj, vagy mondjuk a Korvin lánc. Sok mindent élvezek csinálni, például itt a kertbe lehet látni, hogy mániákusan szeretem a növényeket, ami tulajdonképpen hát egy újonnan megjelenő hobbi volt, mert én nem tudtam magamról 10 évvel ezelőtt elképzelni, akár hogy egyetlen virágot is el fogok ültetni, de ez így történt. De van még egy másik dolog, hát hogy is mondjam, egy eleven gyerekként én gyerekkoromban egy madarat tulajdonképpen csak csúszdírozási célpontnak tudtam elképzelni. De most a madarakat már idomítom, és hát egy ilyen 5-6 éves munkával sikerült elérni azt, hogy például bozótszajkókat már a kezemből tudom etetni, bejárnak a hálószobánkba, és a feleségem ugyan kezdetben tiltakozott ez ellen, de most már megszokta azt, hogy bejárnak oda is ezek a madarak,
és élvezetemet lelem bennük egyébként. Slow. Élvezetemet lehet abból, hogy a környezetemet figyelem. Például a környezetemben lévő állatokról nagyon sok fényképet készítek. Az ember megfigyeli őket, akkor látja, hogy milyen sok állat van a környezetében. Ez a vidék egyébként is eléggé gazdag madarakba beleérthetünk, a ragadozó madarakat és az énekes madarakat is. Ezekről is nagyon szép fényképeim vannak. Különösen a kolibriknek a fényképezése nagyon egyrészt nehéz, de nagyon érdekes. Illetve sikerült lefényképezni a kolibriknek azt a különleges tulajdonságát, hogy kb. Egy olyan fél másodpercen belül meg tudja változtatni a színét. Fél másodpercen keresztül meg tudja változtatni a színét, és ezek így kommunikálnak. És a színváltoztatásnak a módját is, mint fizikus ismerem, tulajdonképpen a tollaknak a színe a tollakról visszaverülő fény interferenciáján alapul. És ha megváltoztatja a tollnak a tulajdonképpen egy kicsit a struktúráját, akkor más színű az a fény, ami visszaverődik róla. De van más szórakozásom is, aminek az egyik alapja az óceánnak a közelléte. Az óceánt nem csak nézni lehet benne fürödni, hanem van egy új sport, amit úgy hívnak magyarul, azt hiszem, hogy állószörf, paddle surf magyarul. Ez egy jó 2 méter hosszú szörf, amire az ember rááll. Elég nagy a kiszorítása a szörfnek ahhoz, hogy az ember állva tudjon rajta evezni. Az evező is olyan hosszú nyilván, hogy leérjen a vízbe, és hát ez sok ügyességet kíván, mert az, hogy az ember rajta maradjon a szörfön, de nagyon jó szórakozás, mert könnyű használni, pillanatban az föl tudja az ember tenni a tetőcsomagtartóra, és 10 perc alatt lenn van itt a kikötőben, ahol lehet vele evezgetni. Sikeresek voltak tulajdonképpen a szellemi tevékenység területén. Anyanyelvem magyar, én Magyarországon nőttem föl, a legtöbb élményem Magyarországhoz kapcsolódik, és hát tulajdonképpen ilyen nyelven tudok olvasni legjobban. Én magyar vagyok, úgyhogy azért keresem a magyaroknak a társaságát, és azt élvezem is. Ha külföldön voltam, akkor nyilván az ember kötődött a magyar közösséghez 2 ok miatt, mert például nyilván az anyanyelvemen beszélek le legjobban, és ilyen környezetben érzem magamat legjobban. Sőt, azt is elárulhatom, hogy most is ugyan vannak körülöttem magyarok, de ha ebédelni megyek, mindig magyarul szoktuk beszélni. Genes Charlie, feltaláló. 1956-ban Charlie 19 éves volt. A parlamentnél lévő események részese lett, és ez meghatározta további sorsát. Amerikába kerülve évtizedekig az üzleti életben dolgozott, majd saját ötletei, tervei alapján fejlesztette ki találmányát. Olyan speciális antennákat, amelyekre a NASA is felfigyelt. Én rádióztam otthon, és igen, akkor még dugiba kellett tenni, mert a shortwave listening, még a rádiókat is bevonták még a háború után, úgyhogy nem volt. De én már 7 éves koromban rádióztam a Kristály rádióval, szóval ez visszamegy arra. Másik meg az, hogy olyan barátaim voltak, akik ugyanezekkel a témákkal foglalkoztak. Repüléssel, rádióval, biciklizéssel, úgyhogy ez a kör 80. éves koromig megtartott.
Na most, mivel hogy már nem vállalatnak dolgozok, csak saját magamnak, ez nagyon fontos, hogy olyan dolgot teszek, ami give me a pleasure, mert nekem most már nem a pénz a része, ami annyira fontos, hanem maga accomplishment. És antennák azok egy olyan fantasztikus dolgok, it's magical. And nekem sikerült a high frequency részén ebben dolgozni. Itt a HiQ antenna. Kérlek szépen, ez két éve volt, két évig élt Irakba, és visszakértem tőlük, adtam nekik egy újat helyette, de nézd meg, csak a karcolások meg az látszik rajta. De ugyanez az antenna, amit ők használtak. Mentem nyugdíjba a Boeing repülőgépgyártótól, és nagyon másik érdeklés az amatőr rádió és communication-nel foglalkozott. Na most ez úgy kezdődött, hogy mivel radio communication az egy olyan helyzet, hogy Mother Nature kontrollálja a communication-t, illetve mi avval a sok fantasztikus rádiókkal, a Yaesu, a Kenwood, az ICOM rádiók, a Motorola, Collins, akik gyárt fantasztikus rádiókat, egy dolog nagyon szükséges, antenna. Azt a RF, Radio Frequency Power-t, amit te leadsz, azt tovább kell adni, antenna, ami tovább adja. Na most, az antennák, amik én életemben idáig tudtam venni, használni, szerintem nem voltak elegendőek. Én mindig, ahogy ennek jobbnak, és lehet, hogy jobb legyen. Egy reggel, 3 óra 18 perckor fölébredtem. Megálmodtam ezt az antennát, amit mai nap gyártok folyamatosan. A NASA a használója, Army, Navy, Air Force, Marine Corps, US State Department. That dream had worked. I developed it, I patented it. And it is, I must admit, I'm still blown away how good it is. For me right now, this is my future. This is what I want to do. I developed an antenna for ESA, European Space Agency, and our NASA. This antenna was to be launched by two spacecraft, Boeing spacecraft. One of them would have landed on an asteroid, which happened to have a Idaho potato name on it, because it looks like a potato. It's 2 miles long, about a mile diameter, and in 2035 it will come so close to Earth that we are really have serious worry about it. So ESA and NASA had a project to land the spacecraft and do tomography to measure what's inside of that. Is it all ice? Is it all iron or gold or what? To do tomography, you need an antenna. You have a very small 10-watt transmitter, but you still need an antenna to do that. And out of 114 designs, in 4 years' time,
SIM Boeing chose my antenna.